Homoki Gáborral kapcsolatban egyébként külön érdekesség, hogy egészen pici kisgyermek volt, amikor megszerette Elvis Presley zenét, ugyanis a szülei a Magyar Elvis Klub tagjai voltak akkor már hosszú ideje, és most a következő percekben pont a Magyar Elvis Klubról fogunk beszélgetni, melynek célja, hogy még méltóképpen megőrizze a király dalait az utókor számára. Spacer Juditot köszöntjük itt a stúdióba, a Magyar Elvis Klubnak az elnökét. Szép estét, szia, szia. Jó estét. Sziasztok, jó estét kívánok. Szerintem a világon vagy Magyarországon nincs olyan ember, aki ne hallott volna Elvis Presleyről, a nevéről, vagy a zeneiségéről. Magyarországon mi mit gondolunk Elvis Presleyről? Mekkora legendaként él a szemünkbe? Én azt gondolom, igen, hogy ismeri mindenki, és nagyjából így a legendáját is tudjuk, de hogy így az Elvis rajongásban mi kicsit későn csatlakoztunk bele, mert hogy az 50-es években még csak egy nagyon szűk kör tudta elérni, tehát hát inkább a 60-as évek második felétől, 60-as évek közepén kezdtek a nyugati dalok így szélesebb közönséget elérni, és ugye Elvis éppen akkor filmeket készített, tehát hogy inkább egy ilyen második hullámmal, vagy egy későbbi hullámmal ért el ide. Én általában, ha emberekkel beszélgetek Elvisről, akkor azt mondja mindenki, hogy mennyire nagyon szereti, és milyen jó néha, hogy ez a dal, vagy az a dal, hogy mennyire szereti, és hogy milyen jó néha Elvis dalokat hallgatni. Ha pedig már dalok, akkor ugye, ahogy említetted, volt egy kis lemaradásunk, de az igazán nagy Elvis lágerek, akkor hogyan jutottak el hozzánk, hogyan ismertük meg őt? Még az 50-es években ugye csak így a Luxemburg Rádió, meg a Szabad Európa Rádión keresztül, illetve hát aki járt külföldre, szerintem jellemzően a sportolók, hogy ők hoztak magukkal lemezeket, és akkor ezeket lehetett ilyen pici boltokban beszerezni. Mesélj nekünk egy kicsit Elvis Presley személyiségéről, ahogy őt ugye néztük a színpadon. Mit is mondtunk róla, hogy nagyon laza volt, de az biztos, hogy elég szeszélyes személyiséggel rendelkezhetett. Ő van róla valamilyen különleges történeted, amiben megmutatkozik az, hogy milyen ember is volt ő? Hát ugye, ami ilyen szerintem eléggé köztudomású, hogy nagyon szeretett ajándékozni. Ő soha nem felejtette el, hogy milyen mélyről érkezett, mennyire nagy szegénységből, és ő azt rendkívül tudta élvezni, hogyha tudott nagyon szegény sorból jövő embereknek autót ajándékozni, nagyon szerette nézni az arcukat. Magyar ember is van olyan, akinek a kórházi számláját kifizette. Tehát amikor úgy érezte, hogy valahol szükség van rá, és nagy örömet tud okozni, az őt nagyon tudta motiválni. És én azt gondolom, hogy a dalaink keresztül is az neki végig nagyon fontos volt, hogy ő mennyi szeretetet tud ezáltal meg összetartozást közvetíteni a dalokban is, meg az ajándékokon keresztül is. Tehát, hogy ez volt neki ilyen igazán fontos. Nekem a kedvenc történetem, amikor a kislánya a kutyust kért, és 23-at hozott este haza. Tehát csodálatos apuka. Én is mondom apának, hogy ez holnaptól legyen így. Elvis Presleyről beszélve, ugye a mély szegénységből jött, a mély szegénységből hogyan lehet egy ekkora sikert, vagy ekkora pénztömeget kezelni? Ugye látszik, hogy nagyon szépen, csak hogy ezt hogy lehet így felfogni emberi észre? Azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős hajtóerő is tud lenni. Tehát, hogy ő azért ezt tudta, hogy ő ezt szeretne lenni, és nagyon sok mindent megtett ezért, hogy ő énekes legyen, és nagy hatása legyen a világra. De nem volt könnyű ezt feldolgozni. Tehát nagyon komoly alvás problémái voltak neki emiatt. Ugye egy ilyen koncert, te elképzelhetetlenül őrjöngtek az emberek. Nagyon dopingolta ez őt. Ugye a filmben is ezt bemutatják az Elvis filmben, és annyira felpörgette, hogy utána nagyon nehéz volt hazamenni, és mondjuk lefeküdni, aludni. Gyakorlatilag lehetetlen. Tehát ebben nagyon sokat segítettek neki, például a barátai is, vagy igyekeztek segíteni, akik gyakorlatilag vele laktak, ez az úgynevezett Memphis-i maffia, akikkel együtt nőtt föl gyerekkorában, ők kísérték őt mindenhova, és vele laktak Gracelandben, az otthonában, és hogy akkor ők igyekeztek ott lenni és társaságot biztosítani ilyenkor is, de ez egy pótolhatatlan volt, ez a hihetetlen energia, amit ő a színpadon kapott a rajongóktól. Ti, mint a Magyar Elvis Klub, nagyon szeretnétek az ő zeneiségét méltóképpen fenntartani, hogy minél többen megismerhessék. A jövőben még mik a célok?
Ugye mi minden év január 8-a környékén, amikor Elvis születésnapja van, akkor igyekszünk nagyszabású, több zenekart felvonultató koncerttel megemlékezni. Minden év augusztus 16-án itt az Elvis Presley Parkban rendezünk gyertyafényes megemlékezést, mint ahogy ez most is lesz majd augusztus 16-án. Nagyon jó érzés ezt látni, hogy milyen sok ember összegyűlik, és milyen sokan szeretik, és emlékezünk rá együtt. És hát ugye ez az Elvis Park most már 2011 óta, tehát 12 éve áll, és azóta gyakorlatilag a legnagyobb vágyunk, hogy ide kerülhessen egy Elvis szobor. Ugye nagyon nagy öröm volt számunkra, amikor a Turay Ida Színház létrehozott egy színdarabot az Amerikai Legenda címmel, amiben az az Elvis szobor, amit mi szeretnénk, egy padon ülő bronz szobrot, aki mellé oda lehet ülni. Ez a szobor, ez megelevenedett ott a parkban, és elmesélte Elvis életét. Oda ült mellé az a lány, aki Elvis első szerelmének volt az unokája, és ahogy felhívta a nagymamát, és beszélgetett vele, így Elvis megelevenedett ennek az érzelmi hullámlag a hatására. Reméljük, mi is oda fogunk ülni ahhoz a szobarhoz. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én.